Tegnap este debütált Kosszika and a Hadsac legújabb dala és videoklipje az Otthon ülni jó. De mi persze arra kértük, hogy ne üljön otthon, hanem jöjjön csak be ide hozzánk a stúdióba, és meséljen a dalról. Vendégem Koszorús Krisztina, Kosszika, szia Kosszika! Szia, sziasztok! Bizony, hogy otthon ülni jó, de milyen jó, hogy itt vagy nálunk, és nem csak a képernyőn keresztül a kimenőben. Első körben mesélj nekem arról, hogy ugyebár a szövegében a dal az nagyon így a karantén időszakra emlékeztet. Ez már előtte megszületett, vagy tényleg ez az időszak így lett? Nem, tényleg pont a karantén alatt született. Március-áprilisban most már nem tudnám megmondani pontosan, hogy mikor, sőt, egy ilyen parodisztikus, vicces dalnak indult, olyan szavak voltak benne, hogy deklaráció, meg kormanyomtatvány, meg ilyesmi, amikor ugye úgy mindannyian szembesültünk ezekkel az új szabályokkal, amit kellene követni, és aztán időben, ahogy úgy otthon muzsikálgattam, és úgy kezdett alakulni a dal, úgy én is, meg Csaba párom is úgy arra a következtetésre jutottunk, hogy talán érdemes lenne ezt a dalt úgy kevésbé aktualizálni, hogy ne csak erre a periódus legyen érvényes, hanem esetleg hosszú távokban is, és akkor átalakítottam a dalszöveget, és így lett helyette az összebújni jó, meg az otthon ülni jó, hogy azért mégis maradjon valami a karantén hangulatából. Most akkor ugye mondja el a költő, hogy mire gondolt a versben? Hát most a klip vagy a dal legyen, amit először elmondok. Először a dal. Hát a dal az ugye a karantén ideje alatt, amikor még mindannyian nagyon meg voltunk rémülve, és nagyon új volt mindenkinek a szitu, úgy automatikusan szerintem az alkotó emberekben úgy belül ez úgy mozgolódik, hogy akkor az aktualitást azt hogy tudja, vagy hogy a zenében, vagy az én esetemben a zenében úgy kibugyog, anélkül, hogy tudatosan dolgoznál vele. Egyszerűen csak úgy feljönnek ezek a gondolatok, mert ott vannak a hétköznapjaidban. És utána, amikor így átalakult a dalszöveg a deklarációból, meg a formanyomtatványból, de miért finomítottál? Hát, hogy úgy gondoltam, hogy talán ne csak erre a periódusra legyen érvényes, legyen esetleg kicsit hosszabb élete így a dalnak, és hogy ne kössük feltétlen a minden értelmében ehhez a periódushoz, hanem legyen egy kicsit, mit tudom én, könnyedebb, meg aztán a deklaráció tudod, na ez. Biztos kaptam. És ilyen, hogy külföldön is hallgatassák a dalt. Igen, meg hogy itt se kommentálják meg a magyar emberek, hogy biztos arra van egy szép magyar kifejezés. És akkor így finomult, amit én nem bánok amúgy, mert így most már szerintem értelmében is több párhuzamos síkokon működik, például szerintem ugyanúgy szólhat azoknak, akik így beszorultak a hétköznapokkal, így leszűkült az életterük, és így próbálják magukat vigasztalni azzal, hogy azért otthon ülni jó, lehet szarkasztikus is, hogy már nem bírod otthon, de muszáj otthon maradj, vagy esetleg pont lehet az, hogy tényleg úgy egymásra találtok az otthonülésben, a családoddal újra van időd együtt lenni, vagy mit tudom én, vagy pedig lehet még az is, hogy szeretnél otthon lenni, és otthon ülni volna jó, mert hogy amúgy nem tudsz otthon lenni. Hát gyakorlatilag tavasz óta dolgoztok ezen a dalon? Igen, tavasszal született, de aztán úgy félretevődött, azóta készült egy másik dal is, amit azt akartuk először megjelentetni. Akkor de most ilyen termékeny időszak lesz, most jönnek a gyümölcsök. Igen. A karantén gyümölcsei, ez azért milyen durva. Igen. De akkor térjünk is rá a videoklipre, mert ez egy nagyon vagány, és nagyon jól idézi azt, hogy tényleg van egy ilyen kontinuitása. Kié volt az ötlet? Tehát sok szereplőt is ismerhetünk belőle, meg tényleg nagyon színes. Terveztük, hogy lesz egy klip, de nem tudtuk, hogy mi legyen. Többféle ötletünk volt, hogy akkor milyen lenne, hogyha az egész egy szobában játszódna le, mint hogy ahogy egyébként is a karantén alatt élsz, vagy élünk. A konyhából a szobában. Igen, a konyhából a szobában, fontosan, igen. És aztán úgy gondoltam, hogy talán jobb lesz, hogyha nem én találom ki minden részletét, mint ahogy eddig például ez a dalban, vagy mit tudom én a többi klipben. És akkor megkerestem a What's in the Box Productiont, és akkor Márton Laci mondta, hogy hát neki van egy ilyen kép a fejében, hogy milyen vagány lenne, hogyha játszanánk ezzel a lassítás, ahogy a dal is egy kicsit a szakaszokban úgy belassul, és a refrénekben újra elindul, ez milyen jó lenne, hogyha valamilyen... Annyira jók ezek a váltások. Igen, nekünk is nagyon tetszik, igen. És ez volt az első ötlet, ami volt, aztán időközben nagyon sok az alakult, addig, amíg ezé alakult, mármint ötlet szinten, hogy például most azt valahogy Laci azt képzelte el, hogy mintha mindig ugyanaz a képkocka játszódna le, mint ahogy az ember a karantén ideje alatt is úgy megfeledkezik, hogy már milyen nap van, hétfő, péntek, hintek, vagy tudod.
És akkor így lett az, hogy így olyan, mintha mennék át egyik képkockából a másikba. Én meg nagyon örültem, hogy nagyon jó ötletnek tűnt, nagyon élveztem, mondták, hogy nekik is ez egy ilyen experiment, egy ilyen kis tapasztalatszerzés, mert ilyet még ők sem nem csináltak. Nem láttam én még ilyen videoklipet, úgyhogy ez, igen, nem, ez nem mondhatjuk, hogy valahonnan kopintott. Nem szándékoztunk mi most ilyen, nem tudom, nagyon újítani, vagy hogy most így megfejteni a nagy megfejteni valót, de jó, végül is jól sült el. Nagyon örülök annak, hogy ilyen jó termékeny időszak tud lenni, tehát hogy jó, hogy vannak művészeink, akik ezt pozitív irányba tudják forgatni, és bízok abban, hogy ezen túl is így sikerül majd kihozni a maximumot, és nem fog ez az egész időszak csak a negatív irányba eltolódni a művészek számára. Én is nagyon remélem is, de igazából ennek szerintem az a megoldása, hogy folyton dolgoznunk kell. Mint ahogy Picasso is mondja, tudod, hogy létezik inspiráció, de munka közben jön meg, vagy valami ilyesmi, mint hogy az embernek az evés közben jön meg az étvágya is. Hogyha van egy folytonos mozgás az agyban és a kreativitás, akkor már így jön a többi magától. Lassan lejárt az időnk, de okay. Kérlek, mutasd meg, hogy mit hoztál el. Jó, rendben, akkor ezt neked is adom. Ez egy posztikán a halcsacos maszk. Most milyen vannak... rég kívánok feketét, köszönöm szuper. Szépen. Szuper, most vannak nagyon. Ilyenek, ezt kézzel van festve, de vannak olyanok, amik nyomtatottak és amúgy eladóak, és azért van itt most ez, azért hoztam ezeket, mert nyereményjátékunk van a Facebook oldalunkon, ahol ezt az USB sztikket lehet megnyerni, ami egy adathordozó, vannak rajta ilyen random saját dalaink, és ilyen kézzel festett maszkokat. És mindenki, aki úgy érzi, az lépjen be a játékba. Nagyon szépen köszönjük, hogy elhoztad a dalodat, és minél többször hallgassák meg, mert hogy szerintem feldobja ezeket a szürke hétköznapokat. Remélem. Köszi szépen, Koszika, és mindig legyél ilyen mosolygós. Igyekszem, köszi szépen.